Köszöntöm a Mezőpúri Városi Televízió nézőit, önök a Túri Hírmondó című hírösszefoglalónkat látják. Mezőpúri és térsége legfontosabb eseményeivel. Több foglalkozással várják a kicsiket és nagyokat Mezőtúron a gyermekkönyvtárban a hétfői napokon. A programokról Vékony Erzsébet gyermekkönyvtáros számolt a televíziónknak. A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtára a hétfői napokon színes programokkal várja a kicsiket és nagyokat. Mit tudhatunk ezekről a programokról? Igen, hát kétféle programunk van. Az egyik a babaklub, a Ciroka babaklub, ugyanis törekszünk arra, hogy minél fiatalabb korban becsábítsuk a gyerekeket, ugye ilyenkor még az anyukákat. Van egészen pici olvasónk is, aki még pár hónapos, és az anyukájával szokott jönni hozzánk erre a babaklubra. Már a tavaszi időszakban elkezdtük ezt a babaklubot először, mert úgy vettük észre, hogy tényleg nagy igény van rá a szülők részéről, ugye anyukák otthon vannak, a pici babával, a párig dolgozik, és akkor kell egy hely, ahova ki tudnak lépni, be tudnak jönni ide hozzánk. Most már fel vagyunk készülve rá, persze évek óta fel vagyunk rá készülve, de sok játékokat kirakjuk, a szőnyeget kirakjuk, ahová a babák le tudnak ülni, tudnak játszani, valamint az anyukák egymással tudnak beszélgetni, ami azért nagy dolog, meg össze tudnak jönni egy helyen, ahol el tudnak egymással beszélgetni arról, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak. Valamint igyekszünk olyan alternatívákat kínálni az anyukáknak, amikkel akár majd otthon is le tudják kötni a gyerekeket. Például festegetünk, vagy gyúrmászolunk, mindenféle anyagokat a kezükbe adunk a gyerekeknek, vagy zenélünk a gyerekeknek. Vagy pedig volt olyan is, amikor például egészségügyi dolgozók jöttek el hozzánk, és mutatták meg, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha esetleg veszélyben van a baba. Ez is nagyon fontos szerintem. A másik ilyen programunk pedig a Kuckó Meseklub, amit most karácsonyig két hetente jönnek el hozzánk a gyerekek. Ilyenkor mesét olvasunk, vetítünk, beszélgetünk, amire szintén nagy igény van ebben a szörnyű időben. Ugye hideg van, már a játszótérre nem tudnak kimenni a gyerekek, és akkor el tudnak hozzánk jönni egy kicsit, benéznek, mesélünk, játszunk, mókázunk, és akkor kellemesen eltöltik az időt itt nálunk. Ezzel a meseklubbal kapcsolatban mik a tapasztalatok, milyen korosztályú gyermekek vesznek részt ebben a klubban? Hát a meseklubban ott aztán a legkisebbtől, tehát az egyéves kortól egészen az iskoláskorú gyerekekig előfordulnak. Nyilván más az igénye egy iskoláskorú gyereknek, meg a figyelmi készsége, mint egy pici gyereknek. Igyekszünk alkalmazkodni, és igyekszünk mindenkire odafigyelni. De nagyon aranyosak, és a nagyok is nagyon kis türelmesek a picikkel. A picik pedig megszokják azt, hogy közösségben legyenek, megszokják azt, hogy mesét hallgatnak, hogy odafigyelnek arra, ami történik körülöttük. Szerintem a meseolvasást nem lehet elég korán kezdeni. Ezeket a programokat tehát a hétfői napon rendezi meg a gyermekkönyvtár. Hány órától vannak ezek a programok? Két hetente van a Ciroka babaklub 4-től 6-ig, és két heten, tehát páros héten mondjuk a Ciroka, páratlan héten pedig a meseklub van, az pedig 5-től 6-ig. 69 milliárdos hazai forrásnak köszönhetően Jászárkun-Szolnok megye több útszakasza közel 26,6 km hosszan megújult. A komplex útfelújítási program keretein belül megújult a 46-os számú főút, mint egy 11 kilométeres szakasza is, melynek ünnepélyes átadóját november 18-án tartották meg, amelyen televízión is részt vett. A komplex útfelújítási program keretein belül újult meg a 46-os számú főút, mint egy 11 kilométeres szakasza. Mit tudhatunk erről az útfelújítási programról? Az országban 130 ezer kilométer út van, ebből 1600-1700 kilométer gyorsforgalmi, 30 ezer állam és 100 ezer önkormányzati út. Túlnyomó részt ezek 3-4-5 számjegyű úgynevezett mellékútvonalak.
Az elmúlt 15-20 évben a figyelem elsősorban az autópályák és a gyorsforgalmi utak felé irányult, amely egy helyes és jó dolog, de önmagában nem pótolja a magyar emberek nagy többség által használt mellékútvonalak minőségének, állapotának a helyzetét. A most átadott Törökszent Miklós mezőtúri útszakasz közel 1 milliárd forintból, pontosabban 900 millió forintból újult meg, és része annak a útfelújítási programnak, amit ez a kormány 2010-ben megígért, és egyre növekvő ütemben teljesít. A ütem növelését mi sem bizonyítja, hogy az eddigi 2-300 kilométer helyett több száz kilométer évenkénti felújítására kerül sor, hogyha egy összegbe jellemezném, vagy mutatom be a kedves nézőknek, akkor a kormány az elkövetkezendő időszakban 2500 milliárd forintot kíván fordítani erre a komplex útfelújítási programra, megduplázva, megháromszorozva az eddig erre a célra fordított összeget, és hát a megvalósítási kivitelezési ütemet is. Tehát több utat gyorsabban, több pénzből. Mit gondol arról, hogy a mai napon átadott útszakasz mennyiben könnyíti majd meg a közlekedők életét? Hát ugye, aki ezen az úton járt, és a helyiek, és ha valakiek, akkor a mezőtúriak pontosan tudják, hogy ez egy elég rossz állapotban lévő útszakasz volt. Immáron a közlekedés biztonságot is veszélyeztetve rossz minőségű volt. 11,5 tonnás terhelésre lett ezzel alkalmas, új burkolatot kapott, új vízelvezető rendszert, új közlekedés biztonságot segítő jelzéseket, prizmákat, megújultak a védőkorlátok is. Úgyhogy ez minden szempontból egy korszerű, kétszámjegyű útvonal. Arra itt szeretném felhívni a kedves nézők és az úthasználók figyelmét, hogy ez a jó minőségű út, ez csábítja a gépkocsi vezetőt, arra tudom magamról, hogy jobban nyomja a pedált. Én kérem, hogy ezt a lényegesen jobb minőségű és nagyobb forgalmi sebességet kiváltó útat fokozott elővigyázattal használják. Növekedett az út biztonsága, de ez kell az úton járó ember fegyelme is. Kérem, hogy vigyázzanak magukra. A 46-os számú főút mintegy 11 kilométerre szakasza megújult a komplex útfelújítási program keretein belül. Mit tudhatunk erről az útszakaszról, és mit jelent ez a térség életében? Ez egy fontos beruházás volt a térség életében, hiszen Mezőtúr városa itt közelíthető meg, illetve ugye a 46-os út az egy fontos útszakasz Békéscsaba, Gyula-Békéscsaba, Budapest között, és én azt gondolom, hogy ennek a felújítása gazdasági potenciált is hordoz magában, azon kívül, hogy természetesen az itt élőknek a biztonságát szolgálja. Hogyha a jövőbe tekintünk, idén várható még útátadás? Idén még a Mezőtúr mezőhék közötti útnak egy 6 kilométeres szakaszát fogjuk átadni, illetve Kunszentmártonnál is volt egy útfelújítása a 44-esen, azt is átadjuk az idei esztendőben, és hát én bízom benne, hogy lesz még sok ilyen útátadás majd jövőre és utána. Milyen tervek vannak még az útfelújítással kapcsolatban a jövő évre nézve? Hát a jövő esztendőben a Mezőtúr beltetén folytatjuk ezt a felújítást, ami a 46-oson van, több mint egy kilométert fogunk megújítani, illetve a Mezőtúr túrkevőutat fel fogjuk újítani, a Kuncsorba túrkevőutat, Szelevényi bekötőt, szóval sok utat elkezdünk felújítani, és én bízom benne, hogy ez biztonságos közlekedést fog biztosítani minden arra járó számára. Jász-Nagykun Szolnok megyében a komplex útfelújítási program keretein belül megújult a 46-os számú főút mintegy 11 kilométeres szakasza. Mit jelent ez, polgármester úr szerint, a mezőtúri lakosok életében, illetve azok számára, akik mezőtúrra látogatnak? Nagyon sokat jelent ennek a régiónak, és nem csak Mezőtúrnak, hanem például Békés megyének is, illetve hát mindenkinek, aki ezen az úton közlekedik. Természetesen nagyon fontos nekünk mezőtúriaknak is, hogy ez a 11 kilométeres szakasz elkészült, hiszen nagyon baleset veszélyes volt, nyomvájuk alakultak ki, és ez különösen csapadékos időjárási körülmények között vált nagyon-nagyon veszélyessé. Láthatták, a mezőtúriak tisztában vannak vele, hogy
már évek óta kikerültek a sebességkorlátozó táblák, hiszen valóban nagyon veszélyes volt ez az út. Így a felújítással a biztonságos közlekedés lehetősége megteremtődött. Hát sajnos azóta már volt egy baleset is, mióta a kivitelezési munkálatok befejeződtek, hát reméljük, hogy a közlekedők azért fegyelmezettek lesznek és betartják a sebesség határokat. Úgyhogy nagyon sokat jelent, és az is sokat jelent a számunkra, hogy a belterületi úthálózatunk állapotán is tudtunk javítani, hiszen 2015-ben befejeztünk egy uniós forrásból finanszírozott közel 400 millió forintos beruházást, amely itt az északi összekötő út és még néhány útnak a felújítását jelentette a településünk belterületén. Ugye elkészült a mezőtúrt Tiszaföldvárral összekötő útnak is a jelentős részének a felújítása. Itt maradt még durván egy 3 kilométeres szakasz, aminek a befejezését képviselő úr megígérte, hogy 2017-ben erre is lehetőség lesz. És hogyha megnézzük a mezőtúr Turkeve közötti útat, és az is elég rossz állapotban van, ugye tavasszal katasztrofális helyzetbe került a tél által elsősorban. Ott is a szükséges javításokat elvégezték, de hát még mindig nem egy nagy élmény ezen közlekedni. Itt a területi operatív program forrásából, tehát szintén uniós forrásból ennek az útnak a felújítása is várható a következő esztendőben. És ugye a belterületen is ugye több mint egy kilométeres hosszban megújulhat majd a 46-os szakasza, itt az elsősorban a Dózsa-György út felújításáról szól. Ennek is nagyon örülök, hiszen a mezőtúriak tudják, hogy mit jelent a Dózsa-György utcában közlekedni, szörnyű állapotban van. Az én gyerekkoromban épült az az út, akkor lett felújítva, hát tehát több mint 40 éve, úgyhogy már nagyon ráfér erre a szakaszra is a felújítás. Nagyon örülünk annak, hogy a kormány nem csak az autópálya építést tartja fontosnak, hanem az alacsonyabb rendű úthálózat fejlesztését is kiemelt feladatának tekinti. 2020-ig évről évre több forrás áll majd rendelkezésre erre a célra, és hát így természetesen nekünk is jut. Nagyon sokat jelent Mezőtúr számára, nagyon sokat jelent a magyar vidék számára, hogy ezek az úthálózatok megújulnak. Ez még természetesen a munkahelyek teremtésében nem alapfeltétel, és nem csak erről szól a munkahelyek teremtése, a munkahely teremtésének a lehetősége, de természetesen jelentős módon hozzájárulnak az utak minősége is ehhez a célhoz. Természetesen ehhez még sok minden más is kell. Úgyhogy nagyon örülünk ennek, és hát én végtelen boldog vagyok, hogy a mai napon itt lehetek, és tanulja lehetek ennek az ünnepségnek, ennek az átadásnak, és hát reméljük, hogy elmondtam ilyen mértékben, ilyen ütemben a magyar mellékutak felújításának a programjához folytatódik. Idén 35 éves a Henry Dunant Klub. Ebből az alkalommal ünnepelt a klub november 17-én a Közösségi Ház nagy termében. Az eseményen Herceg Zsolt mezőtúrváros polgármestere köszöntötte a megjelenteket. 35 éves a klub, és ebből az alkalomból gyűltek a mai napon össze. Hogyan tudná összefoglalni ezt a 35 évet? Hát nagy kérdés volt. Igen, nagyon készültünk erre a 35 évre. Én ugye újonc vagyok nagyon, mert 3 éve csinálom, de ismertem azért a klub tevékenységét szinte első perctől kezdve. Gyakorlatilag ez az első klub a városba. 81-ben alakult a Rokkantak éve kapcsán, és akkor még mindenféle betegséggel küzdő emberek tömörültek benne, meg nyugdíjasok is. Majd egy pár év múlva, amikor már a beteg embereknek megyei képviselete is megjelent, nyugdíja szinten is, akkor kiváltak betegségcsoportonként. Gyakorlatilag mi nyugdíjas klub vagyunk, bár össze vagyunk itt kavarodva, mert azért beteg emberek is vannak közöttünk is. Nem igazán a betegséggel foglalkozunk, inkább igyekszünk egy ilyen vidámabb programokat, ismeretterjesztő programokat, meg az időseket érintő, érdeklő témákba napirendeket összehozni. Hát nyugdíjas klubként működünk, 50 fővel, 2 hetente találkozunk. Úgy tudnám mondani, hogy mára már egy csendesebb klub lett, mert azért, mint mindenkinél, nálunk is igaz, hiszen vagyunk olyan 8-10 klub
a városba, és igaz az, hogy előregszünk. Tehát az utánpótlás, a fiatalítás az egy kicsit nehezebben megy. Éppen meg is fogalmaztam majd a visszaemlékezésembe, hogy talán túl is lecsendesültek, nincsenek már annyira aktívak azok se, akik vannak, bár azért minden műsorra szépen összeszoktuk hozni a saját klubtagjainkból a szereplőket, de azért régen volt Marika néni idejében, mert ugye Kelemenné Marikának tenném a fejére a nagy koronát, hiszen ő 24 évig vitte ezt a klubot, bár dr. Németh Pál volt jegyzőnk, volt ennek a klubnak a megálmodója, meg mecénása, aki a mai napig is segíti a klub életet. Végeredményben most 5 voltunk már. Hát milyen rövid lefutásúak vagyunk, Bankóné Erzsike, Csepcsényiné Erzsike. Én is az leszek, úgy néz ki, mert a betegségek azok közbeszóltak. De ami szép ebbe az egész dologba, hogy amikor úgy érzi magát valaki, meg ideje van, akkor a régi vezetők is mindig ott vannak, és teljes segítséget nyújtanak az újaknak, vagy hát mindenféle téren. Hogyan készültek a mai alkalomra? Mi fog történni itt? Hát a mai alkalomra nagy lázzal készültünk mindannyian. Gyakorlatilag egy kis kulturális műsor lesz. Most mondtam ugye, hogy már ilyen, hogy saját dalkör nagyon elvétve működik, vagy ritkán, de most fellép a saját dalkör. Én tartok egy megemlékezést, a kis latin táncosaink adnak egy ilyen kis gyerekes műsort, mert a gyerekeket szeretjük, ha jelen vannak ezeken a rendezvényeken. És a picit a jövőbe tekintünk, mik a klub további céljai? Hát ugyan ezt szeretnénk, hogy együtt maradhassanak, hogy hasznosan töltsék az időt, hogy magányoldó programok legyenek, meg egy kicsit tényleg, ami ránk telepszik nyugdíjas korunkba, abból egy kicsit kibújni, mert azért telepszenek ránk negatív dolgok, és amennyire tudjuk a kirándulásokat, a közös együttléteket a társklubokkal, a város életébe is bebefolyunk, mert egy-egy rendezvényükön ott vagyunk, kulturális eseményeiken is itt vagyunk, hiszen ha az őszi programokat, akár a nyári programokat nézzük, mindenütt megtalálhatóak a klubtagjaink. Azon kívül időseket érintő, érdeklő napi rendekre meghív bennünket polgármester úr, hát most is program készítésébe is részt vettünk, az a nagy program, akkor begyűjtöm a véleményeket és viszem tovább. És van is, amikor visszaköszön ez ránk. Úgyhogy, tehát nem szeretnénk, hogy széthulljon ez a kis csapat, 50 fővel vagyunk, ha ez nem is szaporodik, mert azért sok klub van, de minden klubnak megvan a maga sajátossága. Milyenk a csendesebbe fordul át, bár itt is vannak humoros, jó délutánok. 35 éves a Henry Dunant klub, és a mai napon ünneplik meg ezt az évfordulót, amelyen polgármester úr is részt vesz. Mit jelent Mezőtúr életében, hogy ilyen régóta működik ez a klub a városban? Hát elsősorban azt jelenti, hogy vannak értékeink és vannak hagyományaink, amit ápolni kell és vigyázni kell ezekre az értékekre. Ez az önkormányzatunk alapvető célja, és hát nagyon örülök, hogy ilyen régi hagyományokkal bíró civil szervezete is van a városnak, akik hosszú ideje együttműködnek, segítik egymást, és hát nyilván ez a 35 év azt is jelenti, hogy a tagok jelentős része már kicserülődött, vagy hát sajnos sokan már nincsenek is közöttünk az alapítók közül. De hát ez sajnos az élet felajárója. Nekünk, maiaknak azt kell fő szempontként kezelni, és mindenkor a szem előtt tartani, hogy ezeket az értékes közösségeinket mindenképpen támogatni kell. Tehát az önkormányzatunk részéről ez a szándék, ez folyamatos, és tulajdonképpen abban nyilvánul meg, hogy egyrészt anyagilag is segítjük ezeket a civil szervezeteinket, és hát természetesen más egyéb módon is.
amivel hozzánk fordulnak, azt igyekszünk teljesíteni, és a magunk részéről igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy minél zavartalanabbul tudjanak működni, minél több értékes programot tudjanak megvalósítani, és ezáltal a tagjaik számára egy olyan életet tudjanak biztosítani itt a privát szférában, ahol például a nyugdíjasok nincsenek egyedül, egy közösséghez tartoznak, és amit nagyon kis szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy folyamatosan segítséget nyújtanak egymásnak. Ez nagyon fontos. Tulajdonképpen itt is egy társadalmi összefogásról beszélhetünk, amit mi is folyamatosan szorgalmazunk. Ez a jelentősége, és hát nagyon örülök ennek az évfordulónak. Reméljük, hogy még hosszú időn keresztül Mezőtúrnak ez az értékes közössége is fenn fog maradni, és sikeresen, hatékonyan fog működni. A Siketek és Nagyothallók Irodalmi Klubja november 18-án rendezte meg a Katalinbált, amely már hagyományosnak mondható a klub életében. Színes programokkal várták a résztvevőket ezen a napon. Már hagyomány, hogy megrendezik a Katalin napi bált. Mit tudhatunk a rendezvény részleteiről? Hát a rendezvény részleteiről azt tudom mondani, hogy már ez hagyománnyá vált, hogy minden évben megrendezzük a Katalin bálat, főleg vidéki vendégeink vannak, mert ugyanis nagyon jó a kapcsolattartásunk a vidékiekkel, mi is szívesen megyünk hozzájuk, ők is szívesen jönnek hozzánk, és nagy öröm számunkra, hogy így együtt tölthetjük ezt a, hát ilyen nagyon szép ez a Katalin nap, hát ez egy olyan jeles nap, hogy ezt nem szabad kihagyni. Milyen műsorral készültek? Hát a saját tagságunk is készült műsorral. Hát van egy olyan jelenetünk az egyik tagunktól, egy ilyen kocsmai jelenet, ahol egy részeg embert fog eljátszani. Persze természetesen hölgy, de mindegy, férfi ember lesz belőle. És van egy énekesünk, aki énekel, aztán pedig, tehát ez a saját tagjaink sorából, aztán ugyanakkor a vendégeink közül is vannak, például a Búzavirág dalkörnek a vezetője, Balázsné Piroska, ő is fog nekünk egy kicsit énekelni, és utána pedig, ami nagyon szép műsor lesz, az pedig Budapestről, a Sinosztól, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségétől jöttek le mi hozzánk. Na, itt most megint azt kell mondanom, hogy már ők is hagyományszerűen jönnek mi hozzánk, mert nagyon szeretnek ide Mezőtúrra jönni, és csodálatos műsort hoznak nekünk, minden kedves vendégünknek, mert például itt van Attila, aki a alpolgármester úr, valamelyik évben itt volt nálunk, és a való versenyen, és akkor is meghívtam én ezeket a pesti vendégeinket, és Attila azt mondta, hogy neki el kell mennie, mert máshol is jelen. És mikor Annáék felléptek, azt mondja Attila, hát nem tudom itt hagyni, mert én még ilyet nem láttam. Tehát csodálatos műsort fognak nekünk adni. Az elmúlt hetekben számos rendezvényt rendeztek város szerte, melyeken meghívott vendégként ön is részt vehetett. Mezőtúr város önkormányzata támogatja ezeket a rendezvényeket. Mit tudhatunk ezeknek a rendezvényeknek a részleteiről? Hát gyakorlatilag ezek a rendezvények a klubjainkhoz kapcsolódnak, amire nagyon büszkék vagyunk mi is, önkormányzat, és én személyesen is, hiszen nagyon színvonalas irodalmi és egyéb programokat rendeznek a városban, és ilyenkor így advent előtt összegyűlnek ugye különböző bálokra, különböző rendezvényekre, ami én úgy gondolom, hogy az egész éves megérdemelt pihenés, tehát egész éves munka után megérdemelt pihenés, egy kis szórakozás, de itt is természetesen megjelennek a különböző műsorszámok, a szereplések, meghívnak vidékről is klubtagokat, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hiszen nagyon sokan, amikor nyugdíjasak lesznek, vagy idősebb korba lépnek, otthon letargiába esnek, én meg úgy látom, hogy itt Mezőtúron most biztosítva van, hogy szórakozzanak, teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, ne gubozzanak be, tehát ezt mindenképpen nagyon díjazom, illetve az önkormányzat is támogatni fogja erejéhez méltem mindig. Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke látogatott el Mezőtúrra november 18-án. Ekkor adták át ugyanis a Jobbik mezőtúri irodáját. Az eseményre stábunk is ellátogatott.
országjárása során mezőtúra látogatott Vona Gábor november 18-án, amikor is a Jobbik Magyarországért mozgalom mezőtúri irodájának megnyitójára került sor. Miért tartja fontosnak azt, hogy járja az országot? Az elhangzott ezen a sajtótájékoztatón, hogy egy héten többször is több településre ellátogat. Igen, egy héten igyekszem a programjaimat úgy alakítani, hogy két napot erre szabaddá tudjak tenni, mert azt gondolom, hogy a politikus munkájához hozzátartozik az, hogy folyamatosan terepen legyen, hogy folyamatosan élő kapcsolata legyen a társadalommal, hiszen nem lehet másképp jó döntéseket hozni az emberekről, hogyha nem ismerjük a mindennapokat. Nagyon jellemző volt, hogy az egyik városban múlt héten megszólított egy idősebb úr, és kérdezte azt, hogy Vona úr, mit keres itt nálunk, lesz valami választás? És mondtam, hogy nem, semmiféle választás nem lesz. Azért vagyok itt, hogy választási időpontok között is, ciklusok közepén is, minél inkább lássam, értsem Magyarország folyamatait. Ezért vagyok most itt mezőtúron is, és ezért fogok a következő hetekben is folyamatosan országot járni. Nagyon hasznosnak tartom. Minden egyes ilyen országjárási nap során, amikor az ember beül az autóba és elindul hazafelé, általában ezek már esti órák szoktak lenni, akkor nagyon sok olyan ötlet, javaslat, élmény zakatol a fejében, amit hasznosítani tud. Milyen témákkal keresik meg Önt a lakosok, milyen problémákat vetnek fel? Nyilvánvalóan minden egyes településnek, minden egyes régiónak, területnek megvannak a maga sajátosságai és ezáltal sajátos problémái. Ami általánosságban mindenhol előkerül, az a bér színvonal, illetve a munkahelyek kérdése, az egészségügy, az oktatás és a korrupció. Talán ez az a négy téma, ami azt gondolom, hogy mindenhol előkerül. Természetesen a migráció vagy az alaptörvény módosítás körüli vita is most, mint aktualitás szóba kerül, de az alapvetően és mindenhol előforduló témák ezek a mindennapokat érintő kérdések általában. Hogyha visszamegyünk kicsikét a délelőtti, illetve a reggeli órákra, elnök úr egy sajtótájékoztatót tartott ma délelőtt, amely során bejelentette, hogy 18 hónapon keresztül, minden hónap 18-án egy-egy személyes vállalást fog tenni. Mit tudhatunk ennek a részleteiről, és mi az első személyes vállalás? Így van, 2018 áprilisáig, amikor valószínűleg a választásokra sor kerül Magyarországon, 18 hónap áll még rendelkezésünkre, és én, ahogy a kérésben is elhangzott, minden hónap 18. napján azt vállaltam, hogy egy személyes programpontomat, vagy egy személyes vállalásomat megismertetem a sajtóval és ezen keresztül a közvéleménnyel. Az első ilyen vállalásomra ma került sor, november 18-án, ez pedig a se szegény migráns, se gazdag migráns munkacímet viseli, amivel nyilvánvalóan azt szeretném üzenni, és azt szeretném kifejezni, hogy a Jobbik kormányzásának, politikájának az egyik pillére az lesz, hogy nem engedi, hogy a magyar társadalom kulturális szöveteit erőszakosan külső vagy belső erők felszakítsák, felborítsák. Szeretnénk megőrizni azt a történelmileg örökölt szövetet, kulturális, szociális struktúrát, amit örököltünk a szüleinktől, nagyszüleinktől. És ezért azt gondolom, hogy mindenféle politikai eszközzel a Jobbik küzdeni fog, a kormányra kerül. A hétfői napon a Jobbik benyújtotta a parlamentnek az alaptörvénnyel kapcsolatos módosítási javaslatát, és ez egy mondatban tér el a fideszes javaslattal szemben. Mit tudhatunk ennek a részleteiről? Hát lényegében erről ez történt. Ugye a múlt héten volt egy alaptörvény módosításról történő szavazás az országgyűlésben, amely szavazáson a Jobbik nem vett részt, mert jóval korábban közöltük, hogy abban az esetben tudjuk támogatni az alaptörvény módosítást, hogyha a letelepedési kötvények üzletága megszűnik. Mivel ez nem történt meg, ezért nem vettünk részt a szavazásban, de az alaptörvény módosítást továbbra is fontosnak tartjuk, és úgy gondoltuk, hogy akkor, hogy a káposzta is megmaradjon, és a kecske is jól lakjon, beadtunk egy olyan alaptörvény módosítást, amely magában az alaptörvényben szüntetné meg a letelepedési kötvényeknek a működését, illetve ennek a lehetőségét, és ezt benyújtottuk az országgyűlés elé, és most várjuk azt, hogy a kormánypártok valóban fontosnak tartják ennek a módosítást, tehát vagy sem. Amiről a beszélgetésünk végén még szót kell ejtenünk, ez a valódi nemzeti konzultáció, ugyanis többen már kitöltötték ezt, illetve az interneten is lehetőség van kitölteni a kérdőívet. Miért tartották fontosnak, hogy az interneten keresztül is elérjék a lakosokat? Valóban ez egy nagyszerű, azt gondolom, egy nagyszerű interaktív kezdeményezés volt, a valódi nemzeti konzultáció. Három témában, az egészség, ugye az oktatás és a korrupció témájában várjuk az embereknek a visszajelzéseit, véleményét, 14 ezeken a területeken megfogalmazott kérdésben, és azt kell mondjam, hogy engem is meglepő módon nagyon sokan küldték vissza, hál' Istennek, a válaszaikat, és az online kitöltési lehetőséget pedig azok számára nyitottuk meg, akiknek valamilyen okból nem sikerült ezt visszaküldeni, vagy elkalódott valahol az illető számára a visszaküldés lehetősége.
És azt gondolom, hogy a 21. században egy fiatalos 21. századi pártnak ez talán természetes is, hogy az internet adta lehetőséget is ki kell használni a hagyományos levélben történő kommunikáció mellett. És én úgy érzem, hogy a 2016-os év egyik legsikeresebb kezdeményezése, politikai akciója volt a részünkről ez a valódi nemzeti konzultáció, és nagyon sok olyan információt tudunk majd biztos bizonyára gyűjteni, szerezni ebből, amit a programírásunkban föl tudunk használni. November 18-án nyitották meg a Jobbik Magyarországért mozgalom mezőtúri irodáját. Mit tudhatunk az irodanyitás részleteiről? Honnan jött az ötlet? Való igaz, és örülök annak, hogy a médián keresztül tájékoztatjuk a kedves lakosságot. Valóban 18-án most a mai napon nyitottuk meg Mezőtúron az irodát. Az ötlet az teljesen adódott magából a Jobbiknak a helyzetéből is, mezőtúri helyzetéből, akár megyei helyzetére is mondhatom, hiszen a 2014-es és a 14-es választásokon mind a két alkalommal nagyon jól szerepelt a Jobbik, és már itt ebben a választókerületben és Mezőtúron is második erővé lépett elő, és azóta én úgy vélem, hogy Magyarországon ma már a Jobbik a második legerősebb párt, a legerősebb ellenzéki párt, amely egyedül képes lesz majd leváltani 2018-ban a Fidesz kormányt. Ennek érdekében gondoltuk azt, hogy illő lesz egy irodát nyitni Mezőtúron, és hála Istennek, és egyébként Gyüre Csaba országgyűlési képviselőnek erre lehetőségünk is nyílott a mai alkalommal, hogy ezt az irodát meg tudjuk nyitni, és igyekszünk ezzel az irodanyitással és nyitva tartással, mert szeretnénk azért ezt folyamatosan nyitva is tartani, a lakosság érdekeit szolgálni, és azt a média űrt, amelyet a Jobbik körül érzünk, és itt most mindig nem a helyi médiára gondolok, hiszen én nagyon gyakran el tudok menni önökhöz is, hála Istennek, hiszen nincs a Jobbik listán, egy olyan nem kívánatos listán, de az országos médiában valóban érződik egy kis média űr, és hát ezt szeretnénk tulajdonképpen föloldani, és a lakossággal megismertetni a Jobbik álláspontját bármilyen kérdésben, és a lakosság javaslatait, észrevételeit szeretnénk fogadni, és azokra lehetőség szerint orvoslást, gyógyszert találni, akár úgy is, hogy a helyi testületben visszük tovább az ügyet, vagy éppenséggel a megyeibe, de akár az országgyűlési vagy az országgyűléshez elétárva is egy-egy probléma bizony orvoslásra kerülhet. Mi ebben bízunk, ebben vagyunk érdekeltek, és abban, hogy a lakosságot szolgáljuk az iroda megnyitásával. Mit tudhatunk az iroda nyitvatartásával kapcsolatban? Az elhangzott, hogy lesznek itt fogadórák is. Igen, jelen pillanatban még nem döntöttük el az iroda nyitvatartásával kapcsolatos konkrétumokat. Egy biztos, hogy minden héten szeretnénk legalább egy délutánt erre úgymond föláldozni, és egy délutánt nyitva tartani. Az a tervünk, hogy minden egyes alkalommal, vagy egy városi képviselőnk, vagy egy megyei képviselő, ad abszurdum, ugye én is lehetek ez természetesen, illetve egy-egy országgyűlési képviselő is, mondjuk például éppen Gyüre Csaba, vagy akár Lukács László képviselőtársam itt az irodában lesznek egy-két órát, és ezeket meg fogjuk hirdetni a mezőtúr és vidékében terveink szerint, és akkor előre tudnak majd a lakosok készülni, hogy minket megkeressenek ügyes-bajos dolgaikkal, amikben igyekszünk a lehető legtöbbet segíteni. Az irodanyitáson túl abból a szempontból is fontos a mai nap, hogy ellátogatott Mezőtúra Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke. Mit tudhatunk a látogatás részleteiről? Így igaz, és nagyon örülök neki, hogy ez bekövetkezett, hiszen Vona Gábor elnök úr országjárása során igen sok területre ellátogatott már, és én úgy hiszem, hogy Mezőtúr és a környéke, amely Jobbikos bástyának is mondható, és a választások ugye ezt támasztják alá, örömmel vette azt, hogy az elnök úr meglátogatott bennünket. A részletekről annyit lehet tudni, hogy néhány helyen, néhány, hát most nem akarom mondani, hogy merre felé voltunk, de minden felé igyekeztünk a városban megjelenni, ahol fogadtak bennünket, ez egy nagyon fontos tanúság volt a mai nap folyamán, hogy nem voltak olyan lelkesek a mezőtúri emberek a fogadást illetően. Ezt félreértés ne esik, nem Vona Gábor személyére vonatkozott a kevésbé nagy lelkesedés, hanem inkább attól tartottak, hogyha véletlenül Vona Gáborral készül akár egy fotó vagy bármi egyéb, akkor számukra ez később hátrányos helyzet lehet. Én ezt nagyon tartatatlannak érzem, és nagyon diktatórikus légkörnek tartom. Egy biztos, hogy 2018-ban, amikor reményeink szerint a Fideszt le fogjuk váltani, akkor ezt a légkört mi szeretnénk
megszüntetni, hiszen ez egy olyan folytó légkör, amely nem építő jellegű a társadalom számára. Úgyhogy ezen próbáltunk most a mai napon egy picit lazítani, és egy kis friss levegőt beengedni a mezőtúri politikai életbe. Én úgy gondolom, hogy ezt sikerrel tettük a mai napon. A mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Ebben az évben is megrendezi az adventi kosztümkészítő versenyt. Idén is várják a gyermekek és a felnőttek nevezését december 7-ig. A mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár idén is megrendezi az adventi kosztümkészítő versenyt. Mit tudhatunk az idei verseny kiírás részleteiről? Idén is, mint az előző években, 3 kategóriában lehet pályaműveket beadni. Gyermek, felnőtt, valamint profi kategóriában. Nagyon szép pályaművek szoktak érkezni. Tavaly is majd 40 koszorunk volt, amit egy 3 napos kijárítás keretében meg is lehet majd tekinteni itt nálunk, a 124-es teremben. A pályázati kiírás szerint arra kellene törekedni, az elkészített pályaműveknél, hogy természetes anyagokat használjunk, de bármilyen extravagáns és különleges koszorút is készíthetnek nekünk. Tavaly például volt egy élő halas koszorunk, vagy egy olyan koszorú, amit kávészemekkel vontak be, gyönyörű alkotások születtek. Azt hiszem, hogy a kreativitásnak olyan fokát érik el néhányan ezen a versenyen, amit érdemes meg is tekinteni majd a kiállításon. Meddig lehet nevezni a koszorúkkal? Az utolsó leadási határidő december 7-e, és 11-én, december 11-én lesz az eredményhirdetés, előtte pedig 3 napig megtekinthető a közösségi ház 124-es termében majd a kiállítás. Mit tudhatunk arról, hogy kik fogják értékelni ezeket a beérkezett koszorúkat? Igyekszünk olyan zsűrit összeállítani, mint ahogy az előző években is, akiknek szakmájába vág, valamint érdeklődési körébe vág, tehát szakmai zsűri fogja elbírálni. Reméljük, hogy az idén is mindenki elégedettségére fog szolgálni. Még annyit szeretnék elmondani, hogy az eredményhirdetésre a gyermekkönyvtár bábcsoportja is készül egy meglepetéssel, árnyátékozni fognak a gyerekek, nagyon izgalmas előadás lesz. Milyen a hagyományos adventi koszorú, melyek az idei trendek és mi az a grincsfa? Ezekre a kérdésekre is megkaptuk a választ a Flóra virágboltban. Tekintsük meg összeállításunk! Ismét elérkezett advent, az ünnepi várakozás időszaka idén november 27-én van advent első vasárnapja, az ünnephez hozzátartozik az adventi koszorú is. Hogyha visszatekintünk a múltba, mikor készítették el az első adventi koszorút? Az első adventi koszorúkat a 19.-20. században kezdték el készíteni, fenyőből, 4 gyertyával, kicsit egyszerűbben, mint ma. Viszont a hagyomány, az eredete az adventnek pedig a 4.-5. századra vezethető vissza. Nagyon érdekes dolog, amit még én sem hallottam, hogy valamikor az advent végül is 6 hétből állt. Utána csökkent le 4 hétre, de az advent az egy latin eredetű szó, és az ünnepet, a várakozást jelenti, a felkészülést a karácsonyra. Mint ahogyan már említettem, az adventhez hozzátartozik az adventi koszorú is, és a hagyományos adventi koszorú 3 lila gyertyát és egy rózsaszín gyertyát tartalmaz. Az idei 2016-os trendekről azonban mit tudhatunk, milyen színű koszorúk érdeklik legjobban a vásárlókat? Valóban a 3 lila és 1 rózsaszín a hagyományos a katolikus egyháznál. Az idei trendek, hát szerintem mindenféle. Legtöbben a lakásnak a stílusához szokták megrendelni a koszorújaikat, nagyon-nagyon sokféle anyagot használunk, sokfajta gyertyát használunk. Szerintem, úgy Isten igazából ez a trend dolog, én legalábbis nem szoktam tartani. Nekem ami tetszik, azt készítem, azt szeretettel készítem. Ha valaki megrendeli, amit szeretne, akkor pedig azt szerint, a színek szerint válogatom össze a koszorúját. Az is hagyományosnak mondható, hogy kör alakú az adventi koszorú, azonban az elmúlt években már nem csak kör alakú adventi koszorút vásárolhatunk, illetve készíthetünk el. Milyen kreatív ötleteket lehetne ajánlani?
Valóban így van. Az adventi koszorú nem csak valamikor köralakú volt, de most már mindenféle formát. Ezt általában a készítőnek a fantáziájára érdemes bízni, aki hozzáfog. Szoktuk csinálni tálcákra, itt nálunk is vannak ilyenek, akkor fakéregre, fatuskóra, akár négy gyönyörű szép pohárba, hogyha teszünk gyertyát, és azt földíszítve elrendezzük. Nagyon-nagyon változatosan el lehet készíteni az adventi díszítést. Ha valaki szeretné otthon elkészíteni az adventi koszorúját, a négy gyertyán kívül mire lehet szüksége, milyen anyagokat érdemes felhasználni? A négy gyertyán kívül szerintem fenyő mindig legyen kéznél. De hogyha vannak takaros kis ágacskák, gajacskák, azokat le lehet fújni műhóval, tudjuk használni őket. Akkor ami nagyon fontos még a drót. Kicsit erősebb drót, jó kis metszőolló, hogy föl lehessen a gyertyáknak az alját szúrni és felerősíteni a koszorúra. Akkor ami még szükséges, kis textilmasnik, de az is van különböző féle, van, aki a zsákanyagot szereti, van, aki az organzát szereti, attól függ, hogy kinek milyen a lakása, hogy milyen stílusba szeretné ezt a koszorút elkészíteni. Ha van otthon ragasztópisztoly, annak nagy hasznát veszük ilyenkor, csak persze a kezünkre vigyáznunk kell. Akkor ha van vékony drótocskánk, amivel el lehet rejteni kis megkötéseket, az szintén nagyon jó, mert az dekor anyag is végül is, és takar. De föl lehet használni diót, mogyorót, ánist, vaníliát, az ilyen kis terméseket, akkor szárított narancskarikát, kis csillagokat, bogyócskákat, mindent. Csak persze ügyelnünk kell rá, hogy ne egy nagyon-nagyon vegyes fölvágott legyen belőle, hanem azért úgy legyen stílusa a dolognak. Akik viszont adventi koszorút szeretnének vásárolni, érkezhetnek-e ide a virágboltba konkrét elképzelésekkel, hogy milyen színű, illetve milyen alakú koszorút szeretnének? Igen. Nekem ez a legnagyobb öröm, hogyha valaki tudja azt, hogy mit szeretne, mekkorát szeretne, milyen színű anyagokat használjunk, mekkora legyen az a dísz. Ennek szoktam örülni, úgy Isten igazából, mert akkor megközelíti az én munkám a vevőnek az elképzelését. A koszorún kívül számos más dologgal is díszíthetjük a lakást, gondolok itt elsősorban a kopogtatókra. Ezek milyen anyagból készülhetnek, és mik az idei trendek? A kopogtatókat általában vesszőre vagy kéregre szoktuk készíteni, legtöbbször természetes anyagokból, nagyon-nagyon ritkán van, amikor sejem kis fenyőt használunk, hát annak a praktikumát nézve, hogy esetleg el lehet rakni későbbi évekre is, de hát a természetes anyag. Hát itt is a lakásdíszítéshez igazodunk, hogy rózsaszín, piros, sárga, arany, ezüst, mindenki azt szerint választja meg. Az elmúlt években egy különlegesség is megjelent, méghozzá a grincsfa. Mit tudhatunk erről a díszről? A grincsfa az egy nagyon-nagyon kedves kis dísz, egyre többen használják, lehet a családi házak bejáratánál is elhelyezni nagyobbakat, itt nálunk is van, igaz, az nem olyan nagy, de annál nagyobbat is lehet készíteni. Bent lakásban, előszobában, polcon, asztalon, bárhova oda lehet tenni, nagyon mutatós, aranyos, bohókás. A grincsfa az, ahogy én utána olvastam, egy mese az alapja. Amerikában az 50-es években volt egy mese, ahol a faluban volt egy grincs nevezetű manó, aki nem szerette a karácsonyt. Nagyon nem szerette, haragudott rá, és a városban egy kislány megpróbálta rábeszélni, hogy töltse grincs velük a karácsonyi ünnepeket, örüljenek együtt. Hát erre hajlott is a manó, de történt egy olyan kis probléma az ünneplésben, hogy a falucska polgármestere megajándékozta a grincset, és az ajándékozás rosszul sült el, és manó mérgében úgy döntött, hogy elrontja az egész városkának a karácsonyát, így hozzáfogott és kitervelte, hogy ezt hogy valósítja meg, ellopta a falunak a karácsonyfáját, ellopkodta az ajándékokat, a családi karácsonyfákat, és megpróbálta tönkretenni a karácsonyt, de ettől függetlenül a falucskának a lakói tovább ünnepeltek, boldogan énekeltek, és hát itt jött rá Grincs, hogy a karácsony végül is nem arról szól, hogy most mennyi ajándék van, meg milyen fényűző, hanem a lelkünkben a szeretetről van szó. És így megbékélt a karácsonnyal Grincs.
Önök a Túri Hírmodó című műsorunkat látták. További kellemes estét és szép hétvégét kívánok. Viszontlátásra!